Jó napot kívánok a mai alkalommal. Kicsit az ember érzelemvilágáról szeretnék beszélni. Nem akarom rögtön lelőni a poént, azért próbálok így ködösen fogalmazni. Szóval a történet lényeg az, hogy ugye ezt lehet tapasztalni néha, hogy a nők esetében van egy ilyen ciklus, egy ilyen havi ciklus, amely szervezetük változásából fakad, tehát a női ciklusra gondolok, ez nem tudom, 20 pár napos esemény, ami által hormonális ciklus hullámon mennek keresztül, és ezzel kapcsolatban változik a hogy miket éreznek, tehát egyes esetekben ez fájdalommal jár, meg minden. Szóval rengeteg nő beszél arról, hogy hogyan működik a ciklusa, és kicsit kevésbé ismert tény az, hogy ez a férfiaknak is van egy ilyen ciklusa. Miért ne lehetne? Különben létezik ez a férfiaknak is létezik egy ugyanilyen hormonális ciklusa, tehát ez a biológiai folyamatokban így megjelenik. Csak ez egy kicsit eltér a női ciklustól, meg hát nem olyan radikális, szóval nincsenek olyan egyértelmű jelei, mint a nő esetében például a vérzés. Az elég szembeszökő, és szóval elég sokat foglalkoznak vele, meg a marketing, meg a... Hát szóval a fogyasztási cikkeket kell előállítani a nők számára ilyen célokból, szóval nagyon sok női árucikk létezik. A férfiaknál is létezik egy ilyen ciklus, ez nem tudom, ez háromszor olyan hosszú kb. Mint a női ciklus, tehát amíg a nő három cikluson átmegy, addig a férfi egy cikluson megy át. Ezt lehet így mondani. Tehát jóval hosszabb egy ilyen ciklus, nem jár semmiféle ilyen, mit tudom én, ilyen spermalöveléssel, vagy nem tudom, de ezek ilyen biológiai ciklusok, amik a szaporító szervekhez vannak kötve, ezek nagyon durva hormonális változásokkal járnak, tehát ugye, mit tudom én, a spermium szintézis, meg petesejt szintézis, ez nagyon durva hormonális szabályzási mechanizmusokkal van szabályozva, amely hormonokon keresztül az ember lelki állapotára is kihat, különböző nők esetében ugye fizikai tünetek megjelenésével jár, aminek hatására ingerlékenyebbek lesznek, vagy feszültebbek lesznek, vagy csak úgy szenvednek szép csöndben, szóval megváltozik a viselkedésük, az érzéseik, stb. És a férfiak esetében is ez igaz. De ez ott válik érdekes, amikor az emberi kapcsolatokat kezdjük el vizsgálgatni, mondjuk a férfiak és nők esetében. Tehát néha lehet tapasztalni kapcsolatdinamikákat. A kapcsolatoknak is van egy dinamikája, hogy minden rendben, meg kicsit mélypontok vannak a kapcsolatban, veszekedések vannak a kapcsolatban, békülős minden van egy kapcsolatban. Szóval a kapcsolatoknak is van egy ilyen dinamikája, és lehet, hogy összefüggés lehet találni a nők és a férfiak ciklusaival kapcsolatban. Tehát amíg a nők háromszor így kiakadnak, addig a férfiak egy-egy gyűjtenek, aztán nagyon durván kiakadnak. Vagy lehet, hogy ugye, hogy esik egybe, tehát hogy vannak szinkronban ezeknek az embereknek a bioritmusai. Ugye ez egy több hetes ciklusok, férfiak esetében majdnem két hónapos ez a ciklus. Ugye elközben nagyon sok cirkadián ritmus változás, évszakváltozás, szóval csak azt akarom mondani, hogy rendkívül sok környezeti hatás, meg ez a biológiai hatás, ez mind hatással van az emberek személyiségére, viselkedésére, hozzáállására. Téli időszakokban máshogy működik ez, nyári időszakokban máshogy működik ez. Mindig, amikor ilyen sok változós, ilyen összefüggés rendszereket veszek észre, akkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy ez biztos nem lehet matematizálni. Tehát, hogy hormonoknak a koncentrációját mérve, ugye biztos rendkívül sok hormon vesz részt ezekben a reakciókban, meg ugye napszakban is vannak különböző ilyen ritmusai az embereknek, hogy mit tudom én, fáradt ébren van, fáradt, kipihent, stb. Biztos rengeteg vegyület van ezekre. Ezek koncentrációja határozza meg a testben az eloszlása határozza meg azt, hogy éppen az ember hogy érzi magát. Nem el lehetne ezt mérni, tehát mi gátol meg minket abban, hogy ezeknek a kritikus, nem tudom hány, néhány száz ilyen vegyület lehet egyébként, amely ezt befolyásolja. Nem sok, tehát ilyen néhány 20 000 anyag, vagy nem tudom, határozza meg az ember működését, vagy 40 000 fehérje, meg hormon. Szóval elég sok molekula határozza meg azt, hogy működik egy ember, de hogy ez nem lehet ezt matematizálni. Ugye nagyon fontos az emberi kapcsolatokban, hogy amikor mind a ketten ilyen mélypontra kerülnek, tehát ingerlékenyebbé válnak néha az emberek, férfiak ebben a kb. 60-70 napos ciklusban, és hogyha pont egybeesik egy ilyen
egy ilyen menstruációs ciklussal, a nő menstruációs ciklusával a férfi is így pont összeomlik, ráadásul még az élet körülménye is, mit tudom én, munkahelyen valami történt, vagy mit tudom én, valami válság van a világban, vagy mit tudom én, téli hideg van, akkor lehet, hogy ezeknek a kritikus külső behatásoknak az eredményeképp kialakul köztük egy veszekedés például. Ki tudja, hogy milyen összefüggések vannak, ugye? Az emberi kapcsolatokat nem csak ezek határozzák meg, ezek a tudatalatti részét határozzák meg az emberi kapcsolatoknak. Nagyon sok emberi kapcsolat egyre tudatosabbá válik, tehát ezt meg lehet dumálni, tehát minden ilyen problémát, meg érzést, meg stb. Meg lehet dumálni, meg lehet érteni, ezeket meg lehet beszélni durván. Nagyon nehéz egyébként, mert a fogalomrendszerek nagyon eltérőek. Milyen érdekes lenne egy olyan matematikai formula, amelybe csak beírod az adatokat, hogy milyen hónap, milyen körül hány fok van, milyen a fényerősség, stb. Ilyen fizikai fogalmakat össze lehetne gyűjteni egy képletbe, és kijön, hogy az ember épp hogy érzi magát egy szám. Milyen durva lenne, hogyha létezne ez a kvantummechanika, kvantummechanikára emlékeztető ilyen matematikai bohóckodás, amely érzelemvilágra ráhúzható. Mindig az ember tök szívesen gondol egy ilyen világot magyarázó képletre. És hát ugye ez, és most nem a statisztikára gondolok, mert a statisztika az ugye most a legjobban bevált eszköz az ilyen biológiai dolgokban, de az exakt képletek ilyen, egyéb elvileg miért ne lehetne, tehát nekem ez most ilyen filozofálgatás téma, de elvileg, hogyha az elemi részecskék mozgása meg minden levezethető, képletekbe írható, akkor ez tovább vihető egészen addig, hogy épül fel a világ, az pedig tovább vihető, hogy ilyen körülmények között termodinamikai hatásokra, mint a melegben több vizet iszom, és akkor ez már is egy ilyen termodinamikai jelenség, hogy ez sok kis részecske, amiből felépülök, a sejtek, a szervek úgy kívánják, hogy melegben többet igyak, ez meghatározza az én viselkedésemet, hogy gyakrabban járok a tóra. És ez mind, és ez ugye ilyen termodinamikai, elpárolog a víz, meg mit tudom én, szóval hőáramlások, meg mindenféle testhőszabályzás. Szóval, ha nagyon filozofálgatunk ilyen random dolgokra, akkor az elemi részecskék kvantummechanikai egyenleteiből valamilyen módon, nincs ilyen, bármelyik kócs, az ilyen érdekes vallások vagy szekták, mint a plejádiak, ők is mondanak ilyen mindenféle kulcsot, de nem arról van szó, szóval ezt még senki nem tudja, a plejádiak sem tudják. De elméleti síkon, felírható filozófiai elméleti síkon, felírható egy kvantummechanikai egyenletekből, atomokon keresztül, molekulákon, fehéréken, szerveken keresztül, embereken, társadalmi szinten leíró, mindent leíró egyenlet. Miért ne lehetne? Ugye más módszer a statisztika, az nem erre való, de de bizonyíthat egy másikot, hogy statisztikából pont az jön ki, mint a számításból, akkor az jelentheti azt, hogy megtalálták ezt az egyenletet. Ha létezne, ez ilyen nagyon beteg lenne. Egy mindent magyarázó képlet, na mindegy. Lehet, hogy kicsit elkanyarodtam az eredeti témától. Szóval nagyon érdekes belegondolni, hogy ez az emberi kapcsolatok tulajdonképpen mind egy nagyon-nagyon fontos jelenség, ugye ez hogyan jelenik meg az emberi kapcsolatokban, érzéseken keresztül, tehát az embernek nincs kedve foglalkozni a másik bajával, szomorúságot él meg, ilyen sémák kezdenek el lejátszódni az embernek a fejében, amikor ilyen ciklusokon megy keresztül, tehát mit tudom én, a női menstruációs ciklus, a férfi ciklusnak a menetében más jellegű gondolatok jelennek meg az emberben. Tehát ha valaképpen a ciklusnak a legalján van, akkor ilyen tök lehangolt, depresszív gondolatai jutnak eszembe, hogy senki se szeret, meg nincs értelme semminek, meg jaj, de nehéz az élet, meg nagyon fárasztó, meg nincs kiút, mókuskerékbe vagyok. Tehát ilyen negatív gondolatok kezdenek el bespirálózni az embernek a tudatába. Csak ebből a biológiai ciklusból fakadóan, ami jelentheti egyébként azt, hogy a kapcsolatokban ez megjelenik. Itt vannak egyébként ilyen párkapcsolati kötődési típusok, és a, nem tudom, vannak az ilyen bizonytalanul kötődő emberek, azoknak ilyen nagy kilengései vannak, meg csomóféle ilyen érdekes, ez párkapcsolatokban érdekes egyébként ez a témakör. Szóval nagyon sokféle kötődési típus van, amely ezekben a ciklusokban válnak tesztelhetővé. Tehát, hogyha az ember jól kezel egy ilyen ciklust, amikor ilyen nagyon rosszul állnak a csillagok, és a férfi ciklus is megjelenik, mert a férfiban is van egy kicsit, amikor kötődni akar, meg amikor magányra vágyik, meg amikor boldog és odaadó egy kapcsolatban, amikor
kihűlő, elszigetelődő, távolságtartó egy kapcsolatban hasonlóak lehetnek a női ciklusban ezek a jelenségek, és hogyha kötődési típusoktól függően, tehát a legrosszabb esetben, hogy hogyan kezeli az ember az adott állapotot vagy szituációt, hogy összetudják-e tartani a kapcsolatot, abban megnyilvánul az, hogy milyen kötődési típussal rendelkeznek. Tehát ez ilyen szélső érték, egy ilyen nagyon, amikor minden rossz. Ugyanígy meg lehet keresni, amikor minden jó, amikor mind a ketten a ciklusaik csúcsán vannak, ugye akkor szoktak megfogadni a gyerekek. Mert ez amúgy ilyen biológiai folyamat, szóval nagyon össze van kötve az emberekben ez a hormonháztartásra, hogy mennyire kívánják a párjukat, ugye ezt azért kell külön megemlíteni, mert férfiakat sok esetben a szaporodási vágy motiválja egy kapcsolatban, nőket is egyébként gyakran, tehát igazából azt, hogy mikor akarnak gyereket vállalni, vagy mikor vannak olyan hangulatban, hogy most gyereket kell csinálni, vagy mikor vannak olyan hangulatban, hogy szét kell válni, ez a skála két vége. Nem tudom, hogy most kicsit szétcsúsztam, hogy miről akarok beszélni, de az a lényeg, hogy vannak ilyen érdekes jelenségek, hogy férfiaknak is van ciklusa, csak úgy, mint a nőknek. Igazából ez volt a kiinduló gondolat. És ebből következik rengeteg minden. Kapcsolatdinamikai jelenségek például, párkapcsolatokban, meg gyerekvállalással kapcsolatos kérdések. Sok egyéb más mellett, mert ez mind csak egy aprócska szelete a világnak. Férfi ciklus. Ki gondolná azt, hogy férfiaknak is van ilyen menstruációs ciklusa? Úristen, igazából ez a durva az egészben. Na, viszontlátásra!